tudjátok, hogy miért tudnak a sakmesterek sakszimultán közben olyan gyorsan, pontosan és erősen játszani? Az én válaszom az az, hogy azért, mert ismerik a gyalogszerkezeteket. Sziasztok, és sok szeretettel köszöntelek titeket a Centrum sakkiskola YouTube-oldalán, Juhász Ármin Nemzetközi Mester vagyok. Azzal a jó hírrel érkezt, amiről már sokan érdeklődtetek, hogy megérkezett a Centrum Sakiskola negyedik hivatalos oktató videósorozata, amelynek a címe: Gyalogszerkezetek a gyakorlatban. Ezt a videósorozatot azért ajánlom mindenkinek, mert gyalogszerkezeti döntések minden egyes partiban megvannak. No de visszatérve az első gondolatmenetre, miért tudnak ilyen jól és pontosan játszani a mesterek sok szimultán közben? Például ránéznek erre az állásra, tudják, hogy ez, izo ez egy izolált gyalogos állás, mert a D4 gyalog el van szigetelve a többihez képest, tudják, hogy általában a futó G5-re kerül, általában a huszár E5-re kerül, és hogy milyen támadó tervek léteznek világosan. Vagy például tudják, hogy ez az úgynevezett zárt királyindiai struktúra, ahol például érdemes a D3-ra bejátszani, ahonnan előkészíti vagy az F4-es, vagy pedig a B4-es áttöréseket. A szerkezet nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt e, számukra. Érdemes ezt a videót is végignézni, mert szerintem már a videó végén is fogtok egy olyan szerkezeti egységet tanulni, amit korábban még nem ismertetek, megtanuljuk mi az a trójai faló áldozat Anant nagymestertől. Tehát, visszatérve az eredeti témánkra, miért pont a gyalogszerkezetek? Egyrészt azért, mert ez minden partiban előfordul, mindig vannak gyalogos döntések, hiszen már Fridor is azt mondta, hogy a gyalog a sakjáték lelke. Hadd mutassak egy érdekes megnyitási változatot, ami szerintem tetszeni fog nektek. D4, D5, C4, eddig egy klasszikus vezércsát láthatunk, és fekete E5-öt lép. Ez az úgynevezett Albin ellencsel, mert mi egy cselt játszunk, a vezércselt, amire ő egy ellencselt játszik, ugye ez lesz az Albin ellencsel. Már is ugye csomó gyalogszerkezeti döntés merül fel az emberben, melyiket lenne érdemes ütni, mit csinálunk feszült centrum helyzetnél, mit lépne például itt a számítógép, mit lépne egy világbajnok. Nagyon sok kérdés. Alapvetően fogadjuk el az áldozatot, hiszen a puding próbája az evés, D üti -E és sötét azért áldozza föl ezt a gyalogot, hogy teret nyerjen. Ugye a térelőről már van videósorozatunk, sokan vissza is írták, hogy milyen hasznos volt, és utána Huszár c után majd a későbbiek során szeretné ezt a gyalogot visszanyerni. És ebben az állásban van egy óriási trükk. Abban az esetben, hogyha világos rögtön aknázni szeretné, ez egy rossz gyalog szerkezeti döntés lenne. Mert jön a futó B4-sak, futó D2, és D üti el három. Egy váratlan tisztáldozat, mert látszólag csak simán elveszíti a B4 futóját. No de itt jön a meglepetés, E üti F2 sak. Ezt most nem tudja világos visszajutni a királya, vagy visszatudja, csak nem jár jól vele, mert elveszíteni a vezérét. Ezért ebben az állásban király E2-t lép. És azt gondolja, hogy a végén ő fog jobban állni, hiszen aktívabb lesznek a figurái. Csak itt jön a meglepetés. Aki esetleg nem ismeri ezt a megnyitási trükköt, annak javaslom, hogy állítsa meg a videót és egy picit gondolkozzon, hogyan tudna sötét furfangos módon előnybe keveredni. És nem a legtermészetesebb megoldás a legjobb. Meg is mutatnám. Ebben az állásban képzeljétek el, hogy le kell ütni a G1-et, de úgy, hogy egy huszát viszünk be, ezt hívjuk minorát változásnak, amikor nem vezérré változunk át, mert ez sak. És az a különbség, hogy amikor ezt leütik, akkor ugyanúgy futó g leszedjük az ellenfélnek a vezérét, és megnyerjük a partit, míg hogyha itt egy vezért vittünk volna be, ezért nem kell feltétlenül az interneten beállítani, hogy automatikusan vezért vigyünk be, bár az van néha jól jön, akkor ez nem sak, és először leüti a vezért, és bástya üti G1 után, a végén még jobban fog állni a világos ez a kettő között az óriási különbség, hogy az egyik sak, a másik nem. Hát ez tulajdonképpen a partiba kerül. Illetve, hogyha nem ütik vissza ezt a huszát, akkor eleve anyagi előnyünk van, de például király már jöhet a vezér, és hogyha közbeteszi, akkor már ez a klasszikus sakbástya motivum újra vissza fog köszönni, és újra kellemetlenségeket fog okozni világos állásában. Tehát eljött az E3 lépés helyett, először támadjuk meg a gyalogját, általában megvédi, 20 c 6 tal és most figyeljetek, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, A3. Ezt mindenki jegyezze meg, aki vezércseles, ennek a lépésnek két nagyon fontos értelme van. Egyrészt megakadályozza a futó B4 -sakot, hogy ne járjunk úgy, mint az előző változatokban, és ne veszítsük el a vezérünket. Másfelől pedig a saját tervét is előkészíti, a B4-et, ami egy helyátadó lépés, hogy majd a futó B2-re kerüljön, hogy majd a D4-et lenyerjük, vagy egyszerűen B4 után B5-öt lépünk, hogy a védő figurát el tudjuk távolítani. Tehát szépen apró lépésekben törekszünk arra, hogy visszaszorítsuk az ellenfél játékát. Tehát ha például most ő A5-öt lép, hogy megakadályozza a B4-et, akkor már tudunk úgy E3-at lépni, hogy nincsen futó B4, csak kivédtük az ő fenyegetését. Látjátok, hogy milyen hasznosak ezek a gyaloglépések, és milyen fontos, hogy ezeket jól tudjuk alkalmazni? Hogyha igen, akkor ez a kurzus, ez nektek van. Na de még mielőtt elmondom a pontos részleteket, hadd mutassak még egy valamit, hogy még nagyobb kedvet csináljak mindenkinek. Nézzük a következő példánkat. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon ritka és tanulságos példa lesz, amit szerintem a legtöbben nem ismernek, de ha valaki már korábban ismerte le a kalappal a képzettség előtt, és mindenképpen írja meg, hogy honnan látta ezt a motívumot. Egy Anand partiba csöppenünk, Anand Wanghau Party, Weikanzi 2011, ahol az indiai sakkozó, a világbajnoknak egy picit szétszórt a gyalog bár van egy gyalog előnye, de van egy izolált gyalogja és egy izolált dupla gyalogja. Ezért a kínai játékos itt futó L6-ot lépett azzal az egyszerű tervel, hogy majd bástja C8, Huszár D7 és szépen leüti az egyik gyalogot, és ha leüti az egyiket, akkor valószínűleg a többi is gyenge lesz. Ezért valami okosat ki kéne ez ellen találni. Ez a futó nem biztos, hogy jó döntés volt, de egy nagyon-nagyon váratlan lépés miatt, amit például Kraszenkov nagymester nem lépett meg versenypartiban egy korábbi évben. Itt mindenkitől azt kérném, hogy állítsa meg a videót, és gondolkozzon, hogy mi lehet az a különleges lépés, mi lehet az a különleges motivum, ami világos állásában nagyon komoly előnyt fog garantálni. Remélem, hogy gondolkoztatok. Azt is remélem, hogy eltaláltátok a lépést, abszolút nem könnyű. A legtöbben például Bástya D1-et szoktak itt mondani, hogy elfoglaljuk a nyílt vonalat, de itt jön az az úgynevezett trójai faló motívum, amit a sakban így nevezünk, Huszár D4. Ez egy elméleti újítás volt Anand részéről. Mondjuk már ez a motivum ismert volt, csak nem pont ebben az állásban. És az a lényege, hogy ezzel a tisztáldozattal kiegyenesítem a gyalog és hát egy iszonyatosan erős gyaloglánc fog létrejönni, főleg a centrumba, amik tökéletesen korlátozzák az ellenfél figuráit. Nem nagyon tudnak a tisztek játékba jönni, a bástyákat remekül alá tudom dúcolni, és egyszerűen elveszem a levegőt az ellenfél állásából. Ha bármikor alhatott lép, csak szépen visszamegyünk, nem félünk tőle, sőt, még a B6 mezőt kigyengíti. sokszor egy gyaloglépés gyengítés is tud lenni, ezért kell, hogy okosan bánjunk vele. Ha pedig huszár c lép, egyszerűen vezér C3-at lépünk, és szinte biztosan a következőben visszanyerjük a tisztet, mert teljesen össze vannak gabajodva a tisztek, és Anand magabiztos játékkal sikeresen érvényesítette előnyét. Ezért, ha visszamegyünk a legelső pozícióba, valószínűleg sötétnek itt huszár A6-ot kellett volna lépnie, és futóüti a 6 b üti a 6 után bevállalni a dupla gyalogot azért, hogy utána bástya b 8 további tempókat tudjon nyerni. Ez egy okosabb gyalogszerkezeti döntés lett volna. Ezért látjátok, hogy a megnyitásban, a középjátékban, és ahogy majd fogjátok látni a videósorozatban, a végjátékban is nagy szerepe van annak, hogy milyen gyalogszerkezeti döntéseket hozunk. Egy gyakorlatias tudást szeretnék átadni nektek sok-sok elmélettel. Mit kaptok, ha megvásároljátok ezt a videókurzust? Egyrészt 9 darab oktató videót, ami összesen nagyjából 3 órát jelent, tehát akár egybe is végig lehet nézni, és azt gondolom, hogy olyan, mint hogy egy klassz edzésen vennétek részt. Ezen kívül lesznek benne hasznos tippek, módszerek, tanácsok, hogy mit, hogyan érdemes csinálni. Lesz benne egy összefoglaló Word dokumentum, mint ahogy a korábbiakban is volt, amiben leírom az elméletet. Lesz benne egy cseszbézanyag, ahol a lépéseket is át tudjátok ismételni. Nagymesteri példák is lesznek benne, illetve lesz egy külön fejezet, ahol feladatokat fogunk csinálni, és közösen megpróbáljuk megoldani, hogy melyik állásba mi a legjobb lépés. Ennek a videókurzusnak az ára 6000 forint. Ezt a videókurzust meg tudjátok rendelni a Centrum Sakkiskola Kukac gmail.com e-mail címen, de akár Facebookon a Centrum iskola oldalán, akár Instagramon is, vagy akár itt kommentbe is, ha írtok, akkor fel tudjátok velem venni a kapcsolatot. Annyi különbség van az előzőekhez képest, hogy most már csak magánszemélyeknek tudok számlát kiállítani, ezt kérlek, hogy vegyétek figyelembe az új törvények miatt, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ennyi pénzért ez megéri, mert tényleg olyan, mintha egy edzésen vennétek részt és hogyha ez még nem lett volna elég, akkor aki az első héten megrendeli ezt a videósorozatot, tehát a videó megjelenésétől mától egy héten belül, annak jár egy bónusz videó is, a Karpovnak az egyik végjátékos gondolatát fogom megosztani veletek, érdemes erre is gondolni. Tehát rendeljétek meg, hogyha tetszett, hogyha van hozzá kedvetek, hogy gyalogszerkezeti mesterekké váljatok. Remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy van kedvetek szisztematikusan velem tanulni, és hogyha korábban lemaradtatok bármelyik videósorozatomról, akkor itt meg fogjátok találni a videó alatt azoknak is a linkjét, illetve a lejátszási listán is rajta van, és ezen az egy héten az összeshez jár a bónusz, tehát ha korábbiakról lemaradtatok, és minden négyet végig szeretnétek nézni, ez a negyedik, akkor arra is van lehetőség bónusz videóval. Hajrá Centrum Sakiskola, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és remélem ebből a videóból is tudtatok újakat profitálni, és tetszett ez a trójai faló motivum, hogyha igen, akkor lájkoljátok a videót, jöhetnek a kommentek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Köszönöm, hogy megnéztétek, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!